kevés foci szerető fadméretű kis településnek adatik meg, hogy megmérkőzhessen, vendégül láthassa a magyar színész futballválogatottat. A Fadbiaknak ez összejött 2019. szeptemberének végén. Kellett hozzá először is egy meccsképes öreg fiúk csapat, ez adott volt, no és a még fontosabb dolog, a kapcsolati tőke is. Ábuszképeti meghívásának nem lehetett nem eleget tenni, úgyhogy mindenképpen tiszteltem, mert kellett, hogy tenjem, úgyhogy egy fél időt sikerült gurigáznom. Nem kellett csalódniuk azoknak, akik mindenképpen a tévéből mozivásznokról ismert arcokat, köztiszteletben álló művészembereket akartak élőben látni, focizni. Nemcsák Károly csapatkapitány és Straub Dezső mellett sárga szerelést húzott ezen a vasárnap délelőttön a popzene és a musicalek világából ismert és nagy népszerűségnek örvendő Varga Miklós és a foci mániájáról is ismert énekes Palás Pali. Varga Mikit ezúttal nem mezőnyjátékosként figyelhették, hanem kapusként, amely poszton pályafutása során még egyáltalán nem szerepelt. Az ok roppant egyszerű, nem tudott jelen lenni ugyanis ezen a napon a színész válogatott egyik kapusa sem, így a szuperkicsit nemcsákék beparancsolták a cirka 7 méteres kapuba, nem volt appelláta. A legelején még csatár is voltam, akkor még rudaltam a gólokat, de ahogy öregszem, egyre hátrább kerültem. Ma ez a kapusposzt, ez egy kényszerű dolog, a kapusunk lebetegedett, és közfelkiáltással életem megszavazva, hát olyan kapust kaptak, amilyet megérdemelnek. Föl is avatták olyan egykori NB-s spílerek, mint Nagy Zsolt vagy Fejes Zoli. Ezek sakmat helyzetek voltak, a beúró kapusnak nem lehetett igazán szemrehányást tenni a gólokért, a hamar kialakult 0-3-ért. A saját teljesítményemet, ha értékelni kéne, akkor 50%-osnak tartom. Két potyagól és két remek védés. Mi kell még? Innét szép feljönni, és bizony összekapta magát a sárga alakulat. Fegyvere ezúttal Rudolf Peti és Eperjes Károly hiányában a csapat szponzora minőségében futballozó Pencer Gábor volt, aki kétszer is megfutotta gyorsan a Fadbiakat, és felavatta a településen fekete párducként elhívesült kapust, honpipált, 3-2. Bizony éledeztek a színész remények. Ám mégsem történt fordulat, a második játék részben a Fadbi henger elsöpörte az előző napi meccsük miatt bizonyára fáradó színészeket. Majdnem rúgtunk egy gólt éppen, majdnem befújtuk, ez csodálatos lett volna. Persze nekem is el kell rohanni, hiszen nekem is ott lenne a helyem a pályán. Nagyon sok minden van, ilyenkor indul a színház, tehát vannak felújító próbák, beugró próbák, idősek napja is, ugye most van, de ezen a környéken, tehát sok fellépés is van, hál' Istennek. Kett csütörtökön van edzés nálunk, évek óta, és a hétvégén van egy-egy mérkőzés, hát most kettő, mert tegnap is volt egy meccs, meg ma is, úgyhogy az eredménye a csapat fáradtságának tudható be. A győztes Fadbi öreg fiúknak gyaníthatóan nem a győzelem miatt lesz talán életre szól élmény ez a találkozó. Nem megmutatni a tudást kell igazából, hogy élvezni, hogy együtt vagyunk, és élvezzük ezt a sportot, és én azt mondom, hogy a labdarúgás összetart minket, és ez a lényeg az egészben. Most nem azt kell megmutatni, hogy ki tud több cselt végrehajtani, vagy kicselezni valakit. Az a lényeg, hogy együtt vagyunk, és élvezzük ezt a mai napot. A harmadik félidő a fehér asztalok mellett történő kellemes beszélgetés akár egy visszavágó lehetőségét is magában hordozhatta.